az Európai Unió politikai erőviszonyait alapjaiban változtathatja meg az idei választás. A Brüsszellel kritikus pártok ugyanis akár a mandátumok egyharmadát is megszerezhetik, ebben az esetben pedig könnyedén tudnák blokkolni a bevándorláspárti többséget. Ezt mondja a politológus. Kiszeli Zoltán emlékeztetett, hogy Nyugat-Európa több nagyvárosában, például Berlinben már szinte a teljes lakosság és a helyi gazdaság is érzi a migráció okozta nehézségeket. Mint mondta, a német fővárosba évente 40 ezrek költöznek be, viszont csak 15 ezer új lakás épül. Emiatt az albérleti és az ingatlan árak már a németek számára is egyre nehezebben megfizethetőek. Azt látjuk, hogy Magyarország a visegrádiak erre adtak egy választ, hogy a saját családainkat kell támogatni, a gyermekvállalást kell támogatni, és nem idegen népességet kell nagy számban beengedni. Erre már 2016-ban népszavazáson is több mint 3,3 millió ember mondott igen, illetve a választásokon is azt látjuk, nem csak Magyarországon, hogy ez a téma már meghatározó. A politológus szerint egyre többen értik meg, hogy a brüsszeli döntések alapvetően befolyásolják az unió polgárainak mindennapjait, ezért az idei választáson rekordmagas részvételi arány várható. Jobban látják az emberek, az európaiak, hogy a döntés 5 évre szól, és ha rossz irányba megy Brüsszel, akkor 5 évig rossz irányba viszi az egész európai kontinens, az uniót. Ezért magasabb részvétel várható. Magyarországon 28% volt 5 éve a részvétel, most biztos, hogy magasabb lesz, 35 vagy akár 40%. Az Európai Uniós választásokra május 26-án kerül sor.